Új helyszínen, a Bencs csarnokában és új vezetőedzővel, Borisz Majkovicsal a kispadján kezdte a számára tét nélküli meccset a Nyíregyháza. Az első negyedet 2 ponttal nyerték a vendégek, a második 10 percben pedig jelentős előnyre tett szert a távolról pontosan célzó nagykőrös, így a nagyszünetre 16 pontra nőtt a két csapat közötti különbség. Fordulás után zárkózni kezdtek a cápák, de a harmadik negyedben csak 4 pontot tudtak ledolgozni hátrányukból. A záró játék részben aztán utolérte ellenfelét a házigazda, sőt a vezetést is sikerült átvenniük Ubijáéknak. A nagykőrös azonban fordítani tudott, és mivel az utolsó hazai akcióból nem született kosár, 1 pontos vereséggel zárta az alapszakaszt a Nyíregyháza. Hogy játszottunk második fél idő, agresszível, pörögös, harcol, tudod, ez volt hiány, pont ez az első fél idő. Ellentől nem úgy kezdtünk, és akkor engedünk ellenfélnek, hogy bemegy jó ritmusba, és támadó lepotonul, hogy tartja ez az előny. Második fél idő jó volt, és muszáj mondani, hogy srácok mutatnak karaktere, hogy kell. És végén látjátok, ti is volt utolsó dobás, hogy győzelem, nyitva dobás, kihoztunk, és akkor ők nyernek 1 pont. A vendégek edzője Lakosa Zsolt elmondása szerint csapata jelentős vezetésénél is számított arra, hogy a végjátékban dől majd el a mérkőzés. Biztos voltam benne, hogy a vége az szoros lesz. Érdekes módon akkor jött föl a Nyíregyháza, amikor az egyébként domináns Tóth Gergő nem volt a pályán. Végjáték szoros lett, szerencse kérdése volt, hogy ki nyer. Szerintem a nagycsarnokban kevesebb esélyünk lett volna, mint itt. Ez egy kicsit nekünk kedvezett, hogy nem otthon játszott a Nyíregyháza. A meccsen 23 pontot szerző Bazsó Bruno érthetően csalódott volt a vereség után. Győzni akartunk, az volt a célunk. Sajnos egész héten úgy készültünk, hogy több hiányzónk is volt. Tóth Gergő is sérülten vállalta a játékot, a Zinger Zoli is. Busiván nem is tudott pályára lépni. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a második fél időben főleg jót küzdöttünk. Az első fél időn ott lett volna mit javítani, de úgy gondolom, hogy ezen most itt lesz egy hetünk, hogy felkészüljünk a következő tétel járó mérkőzésre, és megpróbáljuk megnyerni ezt. A forduló további eredményei a következők: MAFS Veszprém 102-72, PVSK 2 Salgótarján 65-83, TF Budapest Budapesti Honvéd 76-75, MTK Elit Basket Baja 91-75, NKA Pécs MEASZ Miskolc 79-77 és BKG Prima Akadémia Vasas Akadémia 80-81. Az alapszakasz a Nyíregyháza nyerte 23 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve a 18-8-as mutatóval záró BKG Prima Akadémiát. A legjobb 4 közé jutásért a Nyíregyháza a 8. helyen záró NKA Pécs csapatával vív 3 nyert meccsig tartó párharcot.